Lent marad a földön gazdag, sőt, egy másik honvédjátékos, Nagy Gergő is. Egy lövés középre Osvártól. Grófnak kellett védenie. Jelentem mind a két honvédjátékos már közben fölállt a földről. Supka Attila azért megreklamálta a dolgot a játékvezető, illetve itt a partjelzőnél, meg a tartalékjátékvezetőnél. A 56. perc, Tőzsér. Tibusz. Bódi érheti el a túloldalon. És kanyarítja vissza. Tibusz tenyerelte szögletre. Szép megoldás volt a támadótól is és a kapustól is. Ez bizony bement volna, de hát azért van ott a kapus, hogy ne menjen be. 5-6 futballista egy csomóban, a Vasas pedig kijön a 16-os vonalára. Nem. Így jöhet a beívelés. Úgy az ittszer, és Nagy Gergő mit ment? Kétszer is gólt szerezhetett volna az Újpest. Ezúttal Nagy Gergely állt a labda útjába.